Tovább gyűrűzik a booking botrány a hatósági ellenőrzések után. Nagyon komoly törvénymódosítást szeretne a Fidesz frakció. A vendégem Szatmári Kristóf a frakciótag. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A GVM már másodszor vizsgálta a bookingot, néhány nappal ezelőtt itt volt a szóvivőjük. Példás gyorsasága, 30 nap múlva el fog készülni ez a jelentés is. Miért nem volt elég ez a GVH vizsgálat? Miért fontolgatják önök azt, hogy törvény szabályozza ezt a területet? Talán a bookingnak ez a nyári botránya, nevezzük így, tehát ugye talán mindenki ismeri a történetet, hogy több milliárd forinttal hosszú ideig tartozott a hazai vállalkozásoknak. Ez ráirányította jó néhány, egyébként nem valószínűleg nem csak a bookingot, hanem ilyen nagy online szolgáltatóknak a üzletpolitikájára a reflektort, és azért is kezdtük el most nézni a törvénymódosítás lehetőségét, mert nem szeretnénk, hogy egyrészt a bookingnál, vagy bármely más ilyen nagy szolgáltatónál ilyen gyakorlatilag az erőfölényével való visszaélés a hazai kisvállalkozásokkal szemben ne legyen megengedhető. Tehát ezért kezdtük el ezt vizsgálni, és szeretnénk erre vonatkozó javaslatokat tenni. Tehát ha jól értem, akkor olyan fajsúlyos, olyan nehézségű kérdésekről van szó, amit egy hatósági vizsgálat nem tud rendezni, hanem ennél sokkal komolyabb dolog. Hát így van, és itt az a helyzet, hogy az uniós jogot is kell nézni. Az unióban is ugye komoly előzményei vannak annak, hogy ezeket a nagy szolgáltatókat próbálják megzabolázni, nevezzük így. Uh-huh. Ugye most szembesültünk a booking botrány kapcsán azzal, hogyha most kicsit mélyebbre ásunk, tehát például olyan alapproblémákkal, hogy ez az úgynevezett általános szerződési feltételek, hogy minden belépő tagnak, vállalkozónak el kell fogadnia, ezek olyan egyoldalú kikötéseket és torzított feltételeket adnak a nagy szolgáltatóknak, ami eredményezheti azt is, hogy most például, amikor több hónapon keresztül milliárdos tartozást halmozott föl, gyakorlatilag nem tudnak kártérítést kérni, mert elfogadták ezt a késedelmes fizetési feltételt, amikor beléptek ebbe a rendszerbe. Ezeket szeretnénk valamilyen állami ellenőrzéssel kiváltani. Gondolkodtak az ügyfélszolgálattal, és nem lehetett elérni őket. Ez például ebben a tekintetben lehetne valami egységes, mondjuk egy ilyen uniós szabályozást elérni? Hát azt nem tudjuk, hogy egységes uniós, mi Magyarországon mindenképpen szeretnénk pont ebből az ügyből adódóan egy olyan jogszabályt megfogalmazni, amely bizonyos piaci méret, bizonyos piaci pozíció fölött kötelezővé teszi az adott országban elérhető ügyfélszolgálatnak a működését, ami például a bookingunk esetében nem volt, és ezért is volt ekkora káosz az ügyben. Hát igen, hogy packáztak az ügyfelekkel, hitegették őket, amikor sikerült nagy nehezen elérni, akkor hitegették őket, azt mondták, hogy megkapjátok, vírusos a gépetek, azért nem tudunk utalni, de egészen döbbenetes sztorik buktak ki ezek. Hát igen, és pont az a helyzet, hogy egy olyan, hát nevezzük joghézagnak, joghézagot használt ki, hogy a fogyasztóvédelem a sok mindenre jó, de a fogyasztó az a végső magánszemélyeket védi a cégekkel szemben. De ugye ebben a helyzetben ugye az ügyfél az cég és cég. És erre a fogyasztóvédelem nem terjed ki, vagy nem olyan mértékben terjed ki, de gyakorlatilag ezek a hazai kis- és középvállalkozók gyakorlatilag egy fogyasztói pozícióban vannak, a nagy szolgáltatókhoz képest, és ezért tartjuk a szükségesnek azt, hogy megvizsgáljuk azt, hogy milyen jogszabályi keretekkel lehet esetleg őket védeni, de például lehetne azt is hozni, hogy lehet-e az, hogy például ilyen általános szerződési feltételekben egy holland bíróságot kötnek ki, és ugye polgárjogilag ezt aláírták a magyar vállalkozók, mert nem is tehettek mást, hiszen nem tudtak fellebbezni, idézőjelben nem tudtak reklamálni, hogyha ezt az ASF-et nem akarják elfogadni. Ebben a rendszerbe szeretnénk belenyúlni. Nem biztos, hogy egyszerű lesz, mert az uniós jog, a gazdálkodás szabadsága sok mindent megenged, de nem szeretnénk, hogy még egyszer hasonló helyzetbe kerüljenek a hazai vállalkozások. És akkor pont itt van a jelentőség annak, amit ön mondott, hogy bizonyos méret fölött. Mert ugye az akkora volt már a booking, hogy gyakorlatilag az egyes számú szereplő nem lehetett kikerülni. Hát itt ugye a hazai szálláshely piacnak több mint az 50%-át uralja, vagy foglalja el. De valószínűleg azok a törvényjavaslatok, amelyek ebben a mostani konzultációban megfogalmazódnak, azok akár egy Facebookra, vagy akár más olyan szolgáltatókra is valószínűleg, hogy érvényesnek kell, hogy legyenek, amelyek hasonló piaci pozícióval és hasonló online térben működnek. Nincs ez semmi gond, tessék tisztességesen üzletelni, és akkor minden rendben lesz, nem kell ettől. Így van, tehát ugye
cégek közötti jogviszonyról beszélünk, de valóban a méret és a kiszolgáltatottság ebben az esetben annyira torz gyakorlatilag a felek között, hogy itt lásd ez a Booking esete, de mondom, az ügy valószínűleg ennél szélesebb kört fog érinteni, hogy az állami szerepvállalás a hazai kis- és közepes vállalkozások védelmében azt gondolom, hogy aktuális és fontos. Felmértéke azt már, hogy mely jogszabályokhoz kellene hozzányúlni, vagy egy vadonatúj jogszabályt terveznek alkotni? Hát egyelőre ugye elindult a frakcióban a munka, a turisztikai ügynökséggel egyeztettünk arról, hogy ők maguk is megvizsgálják, hogy a hazai jogszabályokban hogyan lehet, illetve elindult egy kapcsolatfelvétel a kamarával, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is vizsgálja, hogy milyen jogszabály módosításokat lehetne javasolni a parlamentnek elfogadásra. Egy részük valószínűleg talán ősszel megjelenhet, de az uniós összefüggések miatt elképzelhető, hogy egyes javaslatok, ha például notifikációk kötelesek, tehát az unióval egyeztetést vesznek igénybe, akkor akár fél egy évet is húzódhat. A dologban azt gondolom, hogy a szerencse az, hogy maga az az akut ügy, ami a Bookingnál az a nem fizetés volt, ez megoldódott. Tehát ugye talán ezzel kellett volna kezdeni, hogy részben talán a nyomásgyakorlásnak, részben a magyar hatóságok határozott fellépésének ez a helyzet ez megoldódott, vagy legalábbis azt mondom, hogy 99%-ban még vannak olyan cégek, akik jelezték, hogy nem kapták meg, de legalábbis nem generális a probléma, hanem egyedi, de mindenképpen ezzel nem szeretnénk lezárni az ügyet, hiszen nem szeretnénk, hogy ez máshol, akár a Bookingnál, vagy más cégnél újra előfordulhasson. Mennyire eltökéltek? Elmennek a falig? Mondjuk azért kérdezem ezt, mert azért a Booking mégiscsak 10 évig tulajdonképpen kifogástalan működött, egy nagy cég. Tehát, hogy gondolom, hogy nem szerepel a célok között az, hogy a Booking elhagyja Magyarországot. Nem, én is ezt akartam mondani. Tehát itt azt gondolom, hogy az ügy ma már túl van a Bookingon. Tehát nem szeretnénk se példást tatuálni, semmi fajta ilyen retorziót a Bookinggal. Van egy, folyik egy független vizsgálata a gazdasági versenyhivatal részéről, az ő jelentése tartalmaz, amit tartalmaz. Nekünk, jogalkotóknak gyakorlatilag azt kell leszűrnünk ebből az ügyből, hogy generálisan milyen olyan jogszabályokra van szükség, más cégeket is ideértve, amelyek elejét veszik az ilyen helyzetek kialakulásának. Körülnéztek már más országok jó gyakorlatai tekintetében? Biztos máshol is találkoztak már ezzel a problémával. Hát itt mondom, alapvetően az Európai Unióban van nagyon komoly munka, talán még a híreket hallani is, hogy maga az Unió is szeretné úgymond megzabolázni ezeket a nagy szolgáltatókat. Egyébként a GVE elnökével folytatott megbeszélésen ők egyébként azt az ígéretet tették, hogy egyébként az ő társszerveiket, mint gazdasági versenyhivatalokat a többi országban megkeresik, és utáni tapasztalatokat egyébként majd abban a jelentésben, amit ugyancsak a parlament fog majd megtárgyalni, amikor ez talán 1-2 hónapon belül elkészül, hogy ezeket megkapjuk, és ezeket is be tudjuk építeni a mi javaslataink. Ez akkor október körül akár a parlament. Szerintem elindul, de mondom, valószínűleg szélesebb összefüggésé lesznek, tehát nem biztos, hogy ezt egy őszi ülőszakon egy törvénnyel ezt lehet rendezni. Szatmári Kristófnak nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget.